Csillagom között mindig tosunk,
ez lesz az? A te híres megérzésed. Lámpás! A te híres megérzésed. Hagyd abba, lámpás! Nem hagyom abba. Kedves lámpás! Lehet, hogy az évszázadok során elkövettem néhány apró mulasztást. Apró mulasztást? Te tudja, hogy állj, hogy lehet, hogy lesz, hogy valami gondolkodtál. Tudod mit, lámpás? Te vagy a világ legmagasabb törpéje! Te meg csak énekeltél! Ó, csinte, rózsika! A bányász, kicsit izgága a zsörtölődő szellem. Kicsoda izgága? Kicsoda zsörtölődő? Született 1318 április 7-én. Ám jó, Robinson, nézzük a másikat! Kölyök, akinek a nevét elfelejtették, pedig ő mondta ki először, hogy a király gonosz és kegyetlen. Meglökő a néma hóhér, aki állját, hogy kivégezte volna a kölyköt, megpróbálta megmenteni. Oldalági Lombard herceg, 1488-as születésű túlantúl költői szellem. Ezért nem sikerült neki felébreszteni a Csinke Rózsika néven közismert ifjú hölgyet, kinek hajlott lekett a minta az ében, ajka mint a rózsa. Bőre, mint a bó-bó-bó, néle barna, jó-jó-jó. De hát hiszen ez az én költeményem, a 2806-odik. Kik vagytok ti tulajdonképpen? Mi kísértetek vagyunk. Kísértetek? Szellemek. Micsoda? Kedves Rádi, itt ez a varázskönyv. Tekintsd meg kérlek. Ez a költemény pontosan 508 éve íródott. Itt áll a dátum. Tényleg itt a dátum. Minket csak az látott, akinek olyan tiszta és gondatlan a szíve, mint a gyerekeké. Ez igazán kedves tőletek. A többiek számára felfüggetlenek vagyunk. Teljesen. Láthatatlanok, mint a mesében? Igen. Nem, a mi történetünk nem mese, hanem szomorú sötét valóság. Nem jött vissza, értem, várom rá.
másik ég, mert megérkezett hófehérke, és ő olyan szép, hogy barátjukat egyszerűen nem felejtették. Ó, ez ő, az ön szeretett öpülő, ez ő, a nyolcadik kis köpülő, hát akkor csinálj jobbat, ami messzebbre szól, mint a csillagok!